Szekszárd belvárosában vagyunk, itt helyezkedett el egykor a szekszárdi vár, mégpedig a külső várfal nyomvonala mentén állunk, körülbelül ezen a részen húzódhatott. A várfaltól a templom felé nyúlott, vagy helyezkedett el a sáncárok. A sáncárok feltárása során kerültek elő olyan leletek, amik nagyon fontosak számunkra. Itt került elő a hónap műtárgyaként most bemutatott lóábrázolásos edényke is. A vár története nem elválasztható a bencés apátság történetétől. Az első Béla király által 1061-ben alapított bencés apátságot körülbelül a 14. század végén erősíthették meg, vélhetően ekkor tájt vették körül az apátsági templomot falakkal is. A 15. század végén kerülhetett sor a vár területének bővítésére, amikor a domb még feltehetően szabadon álló részét kerítették el, és így a település központjában lévő domb egészét elfoglalhatta a vár. A vár árka az idők folyamán feltehetőleg a hódoltságkor végén feltöltődött. Ebből a feltöltődésből a feltárás során számos lelet tereltek a kutatók, főként kerámiákra. A hónap műtárgyaként kiállított Kossuth maradvány is ekkor került a napvilágra. Jellemzően inkább a hódoltságkor második felére, végére jellemző leleteket tartalmaz, tehát bizonyos szempontból az előbb említett délszláv fazekasok termékei is megtalálhatóak ebben az együttesben, vagy ebben a leletanyagban. Másrészt benne vannak a magyar fazekasok által készített finomabb anyagú kerámiák is, tehát azt gondolom, hogy picit ugye a formájánál, illetve a rárajzolt mintánál fogva kilóg ebből az együttesből, másrészt viszont a készítési technikáját tekintve pedig bele is tartozik ebbe a korszakba. Gondolom, hogy mindenki csodálkozik azon, hogy szekszárdi vár és sáncárok, de valóban ez történt, hogy a tér közepén megtaláltuk a nagyjából 15. század végén fölépített vár falának a maradványait, és a várfal előtti sáncárkot. Igaz, hogy már abban az állapotban, ahogy föltöltődött itt a 18. századi újjáépítések során. A hónap műtárgyaként bemutatott korsó a hódoltság korának vége felé kerülhetett a szemétbe és onnan a tömedékbe. Felületét, nyakát sikálásos technikával alakították ki. A sikálást kemény tárgyal, kavicsal végezték a még nyers edény felületen, aminek nyomán a felület fényes lett, de különféle minták is keletkezhettek. Ez a kis füles korsó, amit találtunk, nagyon kecses nyakkal rendelkezik. A rajta lévő úgynevezett sikál díszítés, amit még a készítéskor nyers állapotban egy kavicsal idézett elő a fazekas, fölvetette azt, hogy ez a hódoltságkor végére jellemző egyik díszítés. A másik jellegzetessége pedig, hogy az edény belső oldalán kifejezetten jól látszanak azok az agyag hurkák, amiből az edényt felhúzták. Ez azt jelzi, hogy az edényt olyan fazekasok készíthették, akik a hódoltságkor idején valahonnan a Balkán vidékéről jöttek ide, és magukkal hoztak egyfajta speciális, a magyarokra már ekkor nem jellemző edénykészítési technikát. Tehát ez az edénykészítés technikája, az edénynek a formája, és a rajta lévő ábrázolás volt az, ami miatt én ezt kiemeltem. Bár ebben a korban az állatábrázolások helyett inkább a geometrikus minták kerültek a használati tárgyakra, az, hogy a ló időről időre megjelenik, jelzi, hogy az emberek és az állatok szoros viszonyban voltak egymással ebben a korban. Különösképpen, hogy a ló lehetett harcimén vagy igás állat egyaránt. Ez egy viszonylag egyedi ábrázolás lehet, és valóban, ha megnézzük, akkor ez az ábra ezt jelzi, hogy ez egy egyedi kis rajzocska lehet. Az ábra tulajdonképpen nem tekinthető igazából egy művészi ábrázolásnak, mégis fel kell hívni arra a figyelmet, hogy úgy tűnik, hogy mintha a lovat a lószerszámmal együtt ábrázolták volna. Tehát
látunk a hátán egy átvetett valamit, ami akár lehet nyereg is. Ha nagyon figyelmesen megnézzük a fejét, akkor megfigyelhető, hogy zabla van a szájában. Ezek mind arra utalnak egyébként, hogy vagy egy olyan ló lehetett, amely valami vitéz használt a korszakban, de akár egy igás állatnak is az ábrázolása lehet. Én inkább az előbbi verziót támogatnám.